az embereknek a kezét, akik nem szeretnék eladni a fotóikat. Nem. Korrekt, hát senki nem volt a bátor, hogy föltegye a kezét. Te sem szeretnéd? Rendben, azért menjetek ki. Tehát akkor hogy lássam azokat a kezeket, akik el szeretnék adni a fotóikat? Helyes. A kettő közléjétől nem tudom mit csinálni. Jó. Elmondom, mi a baj. Hál' Istennek az az egyetem, ahol én jártam, felismerte ezt a problémát, és kaptunk marketing oktatást. Elmagyarázták nekünk, hogy egy művész hogy tudja értékesíteni az alkotásait. Hogy tud eljutni addig, hogy el tudja adni az alkotásait. Ugyanis a baj az ott kezdődik, hogy te akarjátok adni a képeiteket. Van-e olyan bátor köztetek, bárki, aki fölmer állni, és elmeri nekem mondani, hogy miért az ő képét vásároljam meg? Kis társaságban vagyunk. Teljesen nyugodt meg tehet bárki. Senki nem ilyen köpös. Na. Olcsón adom. Akkor annyit is ér. Más valaki? Nagyon drágán adom. Beszoktad az áradat. Olcsó, drága. Hova tűnt a kép a falról? Eladta. Nem rossz. Nincs hiel. De hogy nincs bazna? Na, van hiel. Mindenki ismeri ugye ezt a képet. Igen. Tudjátok, hogy mennyibe került ez a kép. Miért már hallom azt a verziót is, hogy mi került ezen ennyibe? Én nem tudom, hogy vállalom, hogy hülye vagyok ehhez. 10 millió dollárért kellett ez a vacak. Vacak? Nem vacak, igazából nagyon szép. Nem, vacak, mert 14 millió dollárért. Emlékeztek arra a régi magyar kabaréra, amikor szétszették a fotelt? Igen. Mi került ezen ennyibe? Ugyanúgy ne szedjük ezt se szét, ahogy a fotelt is baromság szétszedni. Azért került ennyibe ez a kép, mert a kedves művész azt mondta, hogy ennyibe kerül. Megteheti, nem az ő alkotása. Tőletek azért nem vesz senki képet, mert ez a kép, amit itt láttok, ez per pillanat 4000 pixeles és 300 dpi-s. Meg tudja valaki felmondani, hogy mekkorába tudnám kinyomtatni? 4000 pixel, 300 dpi. Szép nagyba ki tudnám nyomtatni, szerintem veszteségmentesen. És egy fillért nem kellene fizetni érte. Ha felmentek az internetre, hogy rejtétek ennek a képnek az alkotóját, 7000 pixelig megtaláljátok ezt a képet. Ingyen letölthető. A kérdés felmerül, hogy ki tette ezt föl ilyen pixel tartományban? Mert az, aki megvette a képet, az biztos nem. Olyan hülye ember nincs, hogy megveszek egy képet, írdatlan drágán, beszkennem és fölteszem, hogy mindenki letöltesse. Kinek lehet még kópiája? Csak nem a művész úrnak. Akkor itt felmerül egy kérdés. Azért nem adjátok el a képeiteket, mert senki nem fog képet venni, mivel tele van az internet képekkel, jobbnál jobbakkal, biztos találok jobbat, mint a tiétek, és olcsóbbat, mert 0 forint. Nem képet kell adni, itt a hiba. Gyorsan tegyünk elő pár dolgot. Egy picit nem visszás nektek, hogy egy olyan ember beszél nektek marketingről, aki hazajön 2000 km-re ingyen eladást tartani? Szintisztal úgy kezdődik, gondoljuk már végig. Persze semmi sem ingyen van, tudjuk. Nem, még fizettem is érte sokat. Nagyon sok olyan levelet kaptam még az elmúlt napokban is, ahol magyaráznom kellene, vagy úgy érzem, hogy magyaráznom kell, hogy miért van ingyen. Most éppen elég sokan vagyunk itt ahhoz, hogy egyszer elmondjam és többet ne kelljen. Azért van ingyen, mert vallásos vagyok. És pont. Hogy milyen, hogy, merre, hány éves, az az én dolgom. Nem azért van ingyen, nem látok senkit az ajtóban, ki fogok tudni menni, nem fog mondani senkit. Elengedünk ideget. Az alapkoncepcióval tényleg az a gond, hogy fotót akartok eladni. Ne akarjatok fotót eladni, mert az nem lehet. Ez kimoknak hűtőt? Hát tele az internet fotókkal, minden sarkon fotográfus van. Ez az ember nem a fotóját adta el ezzel a képpel, hanem a nevét. Microsoft. Parancsolsz? Nem, hogy Microsoft. Tudjuk, hogy Apple rajongó vagy. Szóval az egész ott kezdődik, hogy amikor elkezdett felépíteni úgymond a fotós birodalmadat, amiből később élni akarsz, vagy esetleg még a gyereked is élni fog belőle, akkor elsősorban el kell adnod valamit. Ott a hiba,
hogy rosszul határozom meg azt, hogy mit adsz el. Te azt gondolod, hogy a fotóidat kell eladnod. Annál ez a dolog a világon nincs. Gyakorlatilag önmagadat kellene eladnod. Te vagy a termék magad. Na most ez az, hogy ez nagyon csúnyán hangzik, és senki nem szeretné önmagát árulni. Pedig ha ezt nem teszed meg, akkor a fotódnak hiába mondasz magas árat. Senki nem fogja megadni érte, mert nincs neved. Ha választhatnál egy Mercedes-t, vagy egy Trabantot, amire azt mondják, hogy gyakorlatilag ugyanaz, csak az egyik ott az a kis címke. Ha megcserélnénk, akkor is a Trabantot vinnéd el, csak a Mercedes címke legyen rajta. Ugyanez van a nevetekkel. Meg kell alkotnunk a saját neveteket, saját magatokat megkreálni és azt eladni. Annól, amikor a magyar sorozatot elkezdtem, akkor volt még olyan nagy szerencsém, hogy összefuthattam Ábrán Péterrel. Ő egy magyar festőművész, Szentendrén élt, kint István Józtalja. Egész életében háromszög alakú képeket festett, absztrakcionista stílusban. Kinek tetszett, kinek nem, ízlésre nem vitatkozunk, ostobaság lenne. Meglátogattam őt és készítettem el egy interjút, illetve szerettem volna benne a magyar sorozatban. Mert úgy tudtam, hogy Magyarországon felkülönhet, ő az egyetlen olyan képzőművészünk, aki 5-6 millió forintért ad el egy ekkora festményt. És veszik. Olyan emberek jönnek hozzá vásárlónak, akik más magyar művészhez nem mennek, csak hozzá, mintha nem létezne rajta kívül más magyar képzőművész. Pedig lássuk, beépít volt az előbb egy. És tudom, hogy a Józsi mondjuk 6 millióért nem adott el még munkát. A Peti azt mondta, és nem ő az első, aki ezt a képzőművészetben használta, hogy nem a festményt veszik meg tőlem, hanem az aláírásomat alatta. Nem azért veszik meg a festményt, mert jobb bárkiénél. Azért veszik meg a festményemet, mert én aláírtam, és az egész életemben a nevemet építettem. Milliós volt gyakorlatilag abból, hogy festett. Még akkor sem akartam elhinni, hogy hát magyar vagyok én is, na hát állandóan kétkedünk. Azt mondtam, hogy jó, hogyha ez valóban így van, akkor lehet, hogy ez az egész csak láthatás, és igazából nincs ennyi pénz mögötte. Csak nagyon ügyesen színészkedik. Levitt a garázsba és ott állt egy pár éves Royce. Az már nem színészkedés volt, olyan adót én nem láttam itthon. Neki ment. A kérdés az, hogyha neki ment, akkor nektek miért nem megy? Hol van a különbség? Az az igazság, hogy én szerintem akármelyikötök kiemelnék innen, bármelyikötök meg tudna festeni egy olyan képet. Bármelyikötök. Sőt, mondok még valamit. A társaság fele szerintem tehetségesebb, mint én. Miért nincs még gyűjtői? Miért nincsenek még gyűjtőitek, akik ezek a képeiteket nekem vannak? Nem azért, mert én vagyok a Balas vagy, mert én rohadt tehetséges vagyok, hanem azért, mert tudatosan építem a nevemet. És pontosan ezt kell csinálni nektek is, hogyha arra a szintre szeretnétek eljutni, hogy ti szabályozzatok meg az árat. Ugyanis ez a legfontosabb. Mivel egy olyan termékről van szó, amit te készítesz, ami lássuk be, eltekintve a kamerád árától, mennyire kerül. Nem lehet ezt így lebontani. Nem lehet elmondani, hogy egy fotón $50 per darab áron készül, ügyeség. Ha úgy veszük egy minden fotót felbecsületetlen értékű, mivel több évtizednyi tanulás lehet mögötte. De senki nem fogja megfizetni addig, ameddig nem tudjuk, hogy miért fizetünk. Ahhoz pedig be kell szállni a játékba, ha kiborul a viszülyét kapok. Ahhoz be kell szállnod a játékba, és meg kell tanulnod értékesíteni magadat. És ezt többször el fogom még mondani, mert nagyon szeretnétek ezt majd még elfelejteni. Ugyanis tudom, hogy ez milyen rosszul hangzik. De fontos. Ugyanis a saját képeid árát te kreálod meg. Annyit fog érni, amennyit te mondasz. Ha te azt mondod, hogy mennyit mondtál? Olcsón adod, mit tudom én. 50 euróért ad egy fotót. Akkor az a fotó pontosan 50 eurót fog érni. Senki nem fog többet adni, te miért? Hát aki van jó a célában, menj a zsületet, rá fogsz licitálni? Ugyan már. Ha azt mondod, hogy 5 millió. Mennyi? 10.000 euró. Az nem drága. Legyen 10.000 euró. Ha azt mondod, hogy 10.000 euró. Egyrészt más galériák fognak szóba állni veled. Fel fogod kelteni az érdeklődést. És nagyon gyorsan visszahúlik az egész, ha nincs mögötte név. Akkor elsütötted a fegyvert, faktörténnyel. Tehát az első fontos dolgotok az, hogy elkezdjétek a saját neveteket megalkotni. Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy ne firkáljatok rá a képre ilyeneket, ilyen van fotográfia, meg ilyesmi. Pontosan erről van szó. Tanuljatok meg olyan képvilágot kialakítani minél hamarabb, ami csak rátok jellemző. Nem annyira nehéz ez. Mindenkinek megvan a saját lelki világa, mindenkinek megvan a saját képi világa. Egyszerűen csak
bele kell ereszteni ezt a fotográfiába. Ez egy viszonylag intim dolog, és nem mindig sikerül elsőre. De idővel sikerülni fog, és akkor elkezd majd kialakulni egy saját képi világotok, aminélkül nem megy. A másik nagyon fontos dolog, hogy ki kell, hogy térjek egy picit, az az, hogy ahogy egy személyt eladtok, és tudatosan építek, ez pontosan ugyanaz, mint amikor egy brendet épít fel az ember. Ugye? És mit kell itt figyelembe vennünk fokozottan, az a tipográfia, ami felett nagyon könnyen elsiklunk. Mielőtt még elolvasnál egy szöveget, mielőtt még az agyad értelmezni a szöveget, tehát elérni a sor végéig, a betűtípusban az agyad már előre eldöntötte, hogy ez a szöveg miről szól. Ha én felírnám a falra a Coca-Cola betűvel a Pepsi, te nem azt olvasnád, hogy Pepsi. Pontosan tudnád, hogy ez a Coca-Cola betűje. Ugyanilyen pontosság, ugyanilyen elővigyázottság, aki kiválasztja a saját betűtípusaitokat, amiket használtok. Nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy próbálnak valami szuper egyedit csinálni, és valami iszonyatosan csícsári betűtípust használni. Óriási hiba. Mindig a legegyszerűbb betűtípus a legműködőképesebb. iPhone. Tudjátok, milyen betűtípusra van kiírva? Minden számítógépen szerepel, egy ingyenesen elérhető. Mondhatnám, hogy egy kezdő fotós, hogy egy kezdő át fog siklani fölött, és azt mondja, hogy Gari, jobbat kell keresni. Nem. Nem kell. Mutatok nektek egy pár betűtípust. És nagyon szeretném, hogyha fölírnátok ezt magatoknak. Úgyhogy jegyzetfüzeteket el. Gergő, jobban születtelek, amíg nem vakusztál. Kínálat, mert próbálom valamit kinyitni. Jó, hát ez remek. Ahogy belátni lehessen, mi? Megvan. Itt. Nézzük végig. Ebből a öt betűtípusban én hármat mondanék nektek. A Josephine Sense-t, a Dominát és a Látot. Akármelyikkel írtok a képetekre, mind a három első olvasatban tükrözi azt, hogy nem egy olcsó dologról beszélünk. Kifinomult, egyszerű, mind a három ingyen használható. Próbáljátok meg játszani a betűkkel. Egy. Parancsolsz? A nevüket? Josephine Sans. Adamina. És Lato. Ez a három betűtípus, amivel én a saját brandünket felépítettem. Meg még egy negyedik, amit nem mondok meg. Meg fogom mondani, majd a végén. Azt tudnotok kell, hogy lehet kombinálni ezt a háromféle betűt. Viszont egy szerkesztett szövegen belül, ez egy olyan szöveg, tipográfiában annyira mélyen nem fog tudni belemenni, mert akkor hetekig tart az előadás. De azért érintsünk egy-két fontos szabályt. Nagyon fontos, hogy egy adott szövegen belül, tehát egy logón, leíráson, prospektuson belül maximum háromféle betűtípust használunk. Ha többet használtok, nem lesz kellemes ránézni. És nagyon figyeljetek oda, hogy a betűtípusok, amiket használtok, idomuljanak egymáshoz. Azon felül, amikor már eljutottatok odáig, hogy kiválasztottatok a saját betűtípusaitokat, utána el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy hogyan is nézzen ki a logótok például. Hogy néz ki egy fotósnak a logója? Mi az, amit el kell kerülni? Például a rekeszt. Minden fotósnak egy brandbenyílás a logója. Lehetőleg kerüljetek el, legyetek egy picit kreatívabbak ennél. Mutatok nektek egy-két példát, hogy hogyan néz ki egy-két jó logó. Szerintem. Laci. Parancsolj! Végre valaki meg kérdezni. Az a három betűtípus, amit felsoroltál, az kezel magyar betűtípus? Természetesen. Tehát lássunk egy jól sikerült logót, illetve egy jól sikerült feliratot. Milyen egyszerű? Ki az, aki nem érti a szöveget, hogy mit jelent? Nem vízből kérdezem, valaki nem beszél angolul, az nem fogja tudni azt mondani, hogy szék. Működik. Pedig rettentő egyszerű, és minden egyes logó, minden egyes
marketing eszköz, amit használhatok kell, az ilyen egyszerű legyen. Mert minél tovább bonyolítod, annál rosszabb lesz. És ezt a betűdíjust is érdemes megjegyezni. Jappoki, írjátok szépen föl. A workshopnak a betűtípusa. Amint látjátok, tartalmazza a magyar ékezeteket. És Heidelnek használhatod, tehát ezzel a nagybetűs részeket érdemes kiemelni. Amikor megterveztek magatoknak, vagy elkezdett megtervezni magatoknak az arculatotokat, hogy milyen betűtípussal írjam ki a nevemet, mit írjak alá? Mondok egyszerű trükköket. Én általában a nevemet, hogyha kell, akkor ezzel a betűtípussal írom ki. Tehát kírom, hogy László Balassa. Azért van így, mert én külföldön nekem nem írhatom, hogy Balassa László, mert nem tudja értelmezni senki. Alá fogjuk írni ugyebár, hogy fotográfia, vagy fotográfia, vagy bármi, mert ugyebár nem feltétlenül kell az embereknek tudni, hogy én mi vagyok, ki vagyok. Ti is alá fogjátok írni. Egy egyszerű trükk. Az alatta lévő szöveg az jó, ahogy itt is látjátok, és nem a legjobb példa, az mutatom. Az jóval kisebb betűtípussal készült. Tehát, hogyha aláírod, hogy fotográfia, akkor az kb. Ekkora lesz. Na most akkor mit csinálják? Válaszd el a betűket. Három szó közben. Told szét. Nagyon elegáns lesz, nagyon szép lesz. Első körben kizárólag fekete-fehérben tervezünk. Semmit nem kezdünk el színes csíkpicsári színekbe tervezni, mert minden logónak fekete-fehérben kell működnie, minden feliratnak fekete-fehérben kell működnie, és utána lehet tovább lépni a színek felé. Mi az, ami nagyon fontos? Például én a világi csapat fel. Gondolatok kell arra, hogy a logótok lehet ekkora méretben, vagy lehet akkora méretben. És mind a két méretben értelmezhető kell, hogy legyen. Tehát akármilyen logót vagy szöveget találtok ki magatoknak, ha 3 centisben nem működik, akkor nem működik. Ugyanis, ha egy névjegykártyára kell átvenni, az ilyen picike lesz. Ha olyan piciben nem felismerhető, mert túl kicsi adatokat tartalmaz, vagy nem felismerhető, mert túl bonyolult, akkor egyszerűsíteni kell. És ez az alapszabály, hogy folyamatosan egyszerűsíteni kell. Addig, amíg az egész le nem redukálódik 2-3 vonalra. Mert annyi elég. Mert ha sok vonalból elkezded, ismeritek a tanmesét, amikor a kínai császár azt kérte, hogy a kaligráfus rajzolni kapast. De egy vonalból. Azért az annyira nem egyszerű. És több ezer rajzon keresztül jutott el odáig, hogy a végén egyetlen egy vonal húzásban megcsinálta a kakast, ami viszont egy tökéletes kakas volt. Ugyanezt használjuk mi is. Ugyanezt használja minden, már megint tulajdonképpen minden grafikus. Hogy a bonyolult rajzból indulunk ki, és a végletekig egyszerűsítjük a dolgot. Na most nézzük meg, hogy ez a jappoki, ez a betűtípus, ez hogy működik a gyakorlatban. Lássunk egy példát. Saját cégemet hozom fel, nem azért, hogy reklámozzam magamat, azért, mert az, amit én építettem fel, ez, amiben ha belekérdeztek, valószínűleg fogok tudni válaszolni. Ha felhoznám az Apple-t, nem fognak megmondani, hogy miért úgy csinálták, ahogy csinálták, itt viszont tudom. Jappoki. A felső betűtípus az maga ez. Miért ilyen betűtípussal terveztem meg a Boltness-nek a fejlécét? Ugyanis nem fotográfiáról van szó, nagyon jó tényleg ez a feleségem cége, bőr dolgokról van szó. Western betűkkel kellett volna csinálni, minden egyes bőrös Western betűvel dolgozik. Ezzel szemben mit akartam? Kilógni a tömegből. Magyarul használtam egy olyan betűtípust, ami nem igazán jellemző a bőrdészművesekre, viszont ezáltal megjegyzik azt, hogy mi vagyunk mi. És nem változtatunk rajta. Egységes. Mindenhova ezt a betűtípust használjuk onnantól fogva. Mindenhova. A névjegykártyátokra, a prospektusaitokra, bárhova. Éppen ezért fontos úgy kiválasztani a betűtípust is, hogy mindenhol be tudjon dobolni. Mert ez nagyon fontos. Hogyha túl vagyunk azon, hogy fekete-fehérben már működik a logónk, működik a nevünk. Tudom, hogy ez most unalmasnak tűnik, de ez iszonyatosan hasznos lesz, hogyha egyszer jutok odáig, hogy az kezdő lépéseket meg kell tenni. Mert ennélkül a tudás nélkül még az első lépés sem fogjátok tudni megtenni. És baj, hogyha már az első pillanatban egy marketingest kell hívni, hogy tervezd már meg a logómat. Megpróbáltam. Amerikában kerestem egy szakemet logótervezésre. Én olyan szar logót még az életemben nem láttam. Tényleg, csinált még egyet, az is szar volt. Csinált egy harmadikat, az is szar volt. Miért? Nem tudtam neki pontosan elmagyarázni, mit akarok. Én hiába mondtam, hogy egy elegáns logót szeretnék. Megmondtam a színeket neki. Cégnév, Goldness, erre csinált nekem egy lovas logót. Azt meg! Idióta, kecske, milyen logót? Hát persze.
És végül eljutottam odáig, hogy hát tudjátok, hogy akkor megtervezem én. És akkor futottam szembe például ilyenekkel. Milyen ügyes? A negatív térrel képezett valamit. Ezzel nagyon jól tud játszani egy fotós. Ugye, és a két negatív tér összeadhat egy kamerát. Képzeljétek csak el. Vagy egy keresőt. Vagy gyakorlatilag bármit. A lényeg az, hogy bármit terveztek, egyszerű legyen, és kilógjatok a tömegből vele. Na most. Ha valami működik, már fekete-fehérben, tehát látjátok, hogy a kezdet jó, érdemes tovább lépni természetesen. Mit kell ilyenkor csinálni? Tegye fel a kezdet, aki tudja, mi az, hogy mockup. Na. Gergő. A mockup az egyfajta prezentációs forma, amit fotósok, grafikusok egyaránt használnak. Nagyon hasznos, mert a legegyszerűbb logót is fel lehet feladni. Nagyon hasznos, mert bármilyen terméket van adott esetben te magad, fotográfia, bármi, elő tudod úgy adni, mintha egy kész termék lenne. Nem feltétlenül kell megcsinálnod egy könyvet. Elég, ha egy úgymond üres könyvfotód, amit rákerül a neved. De úgy, hogy azt nem nagyon lehessen megmondani, hogy az nem volt ott. Hogy néz ki egy jó munkát? Megint saját példát hoztam, nem szerettem a más céget belenyúlni a munkájába. Például. Természetesen a papír soha nem létezett, soha nem volt belenyomva dombolnyomással ez a felirat, az egész Photoshop. Milyen trükköt használtam itt? Olvass el valaki a feliratot. Ki volt a kevesszer olvasni? Szeretem a logikai játékokat. Terveztünk egy olyan terméket, ami azoknak készült, akik szeretik a logikai játékokat. Mit csináltam? Befotóztam a terméket? Nem. Isten ments. Nem is akarom eladni a terméket. Csináltam egy rejtvényt nekik. Mert tudtam, hogy az, aki szereti a logikai játékot, az elkezd játszani a két szó összemosásán, hogy pontosan hogy van. Elég bonyolult ahhoz, hogy ne az első pillanatban essen le senkinek, viszont elég könnyű ahhoz, hogy bárki meg tudja fejteni. És mit tettünk alá, hogy tesseractot? Mindenki kapásosáinek fogja érezni magát, hogyha megfejti. Viszont alatt, hogy tesseract van. Úristen, egy hiperkocka. Két nap alatt eladtuk. Egy darab készült belőle, nem is volt több. Két nap alatt tartott úgy, hogy a termékről nem volt fent fotó. Értitek nagyjából, miről beszélek? Nem a fotót adjuk el, az ötletet, az érzést adjuk el. Annyira jól sikerült, hogy csináltam még egyet. Csak az már bonyolultabb volt. A felirat nem, de a tesseract igen. Persze könnyen megoldották a feladatot, még aznap el kellett. Elkezdett terjedni a logikai játék kedvelők körében, hogy jaj, de jó. Hogy a tárcának bármi köze volt a logikai játékhoz, az ég adta világon semmi. Csak bele volt vózolva pár vonal a bőrbe, a tesseract vonal a rendszereiből. Picit hasonlított rá, ennyi. De magával ezzel a játékkal eladtuk. És pontosan ugyanilyen játékokkal fogod tudni eladni magadat. Trükkökkel. Tetszik, nem tetszik, trükköket kell alkalmazni. Ugyanis mindenki trükköket alkalmaz. És ha lemaradsz, akkor olyan hátrányt fogsz szenvedni, amit nem fogsz tudni később behozni. Ki az, aki adott már el fotót? Nagyon jó. Fotóügynökségnek? Mint magán. Szállodának. Nagyon jó. Bocsánat, egy pillanatra, hogy vissza kell térnem a mockupokra, majd neki hagytam. Ki az, aki ismeri az Alien című filmsorozatot? Ki az, aki tudja, mi az a Weyland Utopia Corp? Te nagy fan vagy. Mockupokra vissza kell térnem még egy pillanatra. Meg kell tanulnotok magatoknak elkészíteni. Miért? Rohadt drága megvenni őket. Egy jó mockupért 25 eurót elkérnek. És akkor is egy készterméket kapsz, ami nem rád van idomítva, hanem még 25 másik fotós is használni fogja. Magyarul, hogyha a megrendelőt belefut egy olyanba, amit máshol már látott, és nálad is ugyanazt látja, azt fogja érni, hogy kopisztál. Magyarul nem vagy kreatív.
Mennyi fáradtság megcsinálni egy ilyen mockupot? Gyakorlatilag itt arról volt, hogy lefotóztam az üres dobozt. Minden, ami a tetején van, ami úgy néz ki, mintha ki lenne vágva a papírból, az Photoshop. Fönn vagytok a levél listán? Mindenki? Akkor meg fogjátok kapni ezt a dobozt. Elkülönlek ezt a dobozt, rétegekre bontva. Fogjátok látni, hogy épül fel egy ilyen mockup. Fogok mellé kelleni egy videót, hogy meg fogjátok tudni abból magatoknak csinálni. És nagyon fontos, mert gondoljatok bele, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, hogy letertek az asztalra egy üres füzetet, ami fotóalbum lehet egy pillanat alatt. És nem kell elkészíteni hozzá az albumot, meg tudod csinálni magadnak így. És tudod prezentálni vele a munkáidat. Sokkal több lehetőség van ebben az apró dologban, mint amennyit elsőre mutat. Ez is egy munkát. Millióféle arca van neki. És nagyon jól tudjátok adni saját magatokat vele. Muszáj megtanulni egyszerűen. Ugyanis a félvilág használja, egyre inkább használja. És én nem szeretném, ha lemaradnátok abban, hogy ez például kimarad nektek. Kár lenne érte. Nagyon sokan azt gondolják, hogy én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy foglalkozzak a saját marketingemmel, stb. Borzalmasan rossz gondolkodásmód. Ugyanis én ismerek 80 éves művészeket, akik folyamatosan marketing képzésekre járnak, mert nem akarnak lemaradni, mert meg kell élniük valamiből. Ha valaki fotoművészeti pályára készült, tehát művészi munkákat szeretne csinálni, hányan vannak köztük azon, művészi munkákat szeretnének csinálni? Azért sokan. Meglepő. Azt hittem, hogy mindenki iparosnak készül. Szét kell választanunk ugye az iparosokat és a fotoművészeket. Ne vegyétek pejoratív értelme azt, hogy iparos. Iparososra szükség van. Kellenek. Gyakorlatilag egy iparos mindig el fogja tudni adni magát egy fotoművésszel szemben. A művésznek sokkal nehezebb dolga van. Ugyanis egybe kell jutni a művész közösségbe. Az nem olyan könnyű. Az egyik út az, hogyha egyetemre jársz, és abszolútosan benne vagy ugyebár, mert velük együtt nősz fel. Ha ezt nem teheted meg, akkor valahogy be kell jutnod oda. Tehát megint csak fel kell éppen a nevedet, és el kell tudnod adni magadat. Na akkor mostantól próbáljuk meg egy picit úgy csinálni, interaktívá tenni ezt az egész dolgot. Ha nem merült fel bennetek semmi kérdés az eddigiekkel elhangzottakban, akkor valamit rohadt rosszul csináltam. Úgyhogy szeretném hallani, hogyha van kérdés. Mondja. Hogy ne kérdezhetné? Hát próbálom az egész workshopot úgy megcsinálni, hogy kommunikáljunk. Nem azért jöttem haza, hogy itt csendben végighallgassatok, mint a jó gyereket. Csak egy egyedi véleményt szeretnék, ha már a logóról és a betűtípusról. Nem a szövegi részről. Nekem nagyon tetszik, hogy a név az kisbetűvel van és a fotográfia nagybetűvel. Nagyon szépen elválasztottad a fotográfiát, pont ahogy mondtam. Nekem ezzel nincs bajom, egyetlen egy bajom van vele. Nem fog meg. Nem elég. Nem rossz. Istenes. Nem, hogy azt hittem, hogy rossz. Nem, senkit nem akarok lehúzni. Nem azért, hogy bántsa titeket. Ez egy nagyon szépen megtervezett, tökéletesen kivitelezett, éppen ez unalmas. Valami hiányzik. Nem gondoltam még arra, hogy a papírba is a textúrát lehetne vinni? Mondjuk sejmet. Csak minden esküvői lányokat lehet. Lehet egy darab sejem is benne. Nem. Lehetne egyes része a papírnak akár más anyagból. Lehet játszani az anyaggal. De alapjában nekem tetszik. Ami nem tetszik, az, hogy ez a telefonszámodnak a kiemelése, ugyebár, hogy a feketét vastagítottad ki. Ez egy picit elcsonyítja. Ha esküvőről beszélünk... Most a logót kérdeztem, nem a lenti részt, mert... Azért vagy mondjam végig az egészet. Most bemásztál a csapdában, véged van? Egy valami, amit én másképp csinálni. Lehet, hogy tévedek egyébként. Azt sem szerint rá, amit én mondok. Nem kuriózus vagyok. Ha esküvőről van szó, nagyon tetszik, hogy világos szürkét használ a többihez. A fekete betűket én még annál világosabbra tenném. Mert esküvőről beszélünk. Mit jut eszembe egyről? Fátyol, galambok, szüzesség, stb. Fehér, mert a fehér ruha az azért van. Jaj, már nem, árud el igazadban, már nem. Nincs vele bajom. Egyszerű. Még mindig vagyok el, tudod. Következő. Beszélgessünk. Haza fogok menni, és nem fog tudni következni. Nem válaszolok e-mailekre. Nem vettétek meg észre? Parancsolj. Volt arról szó, hogy én szabom az áraim képeimnek, és az annyit ér. Pont. Nem tehát ameddig én megszabom... Nem vagy köteles odaadni annyira, mennyiért el is kell, úgymond. Az árképzésnél oda kell figyelni arra, hogy
A digitális fotográfiát nagyon nehéz jó áron eladni. Miért? Reprodukálható. Végtelen számban reprodukálható. Nem mondhatod azt, hogy digitális fotográfiából egy darab létezik. Miért? A fájt majd törlöd, és hogy bizonyítod? Mit tudsz felcsinálni? Hogy tudsz felstrofolni egy fotó árat? Nagyon egyszerű. Filmre dolgozol. Nincs vég. Az még kevés. Fogod a negatívodat. Nem szkennelgetünk. Levilágítod egy példányban. Vagy kettőben tök mindegy. Fogod a negatívot, bekeretezed, merítezed az egy levilágított példányt, aláírod mind a kettőt, és onnantól fogva az már 1000 euró fölött van. Mert azt már nem lehet még egyszer így megcsinálni. Negatívból nincs máshol. Lehet máshol, nem negatívból, tudom én is. De senki nem fogja. És ez itt szokás, ezt így eladni egyébként? Én a legdrágább képeimet így adom el. Negatívval együtt, természetesen. Hát hogy garantálhatnám neki az egyediséget, ha nem adom a kezébe az eredeti negatívot? És ezt általában nagyon meghálálják. A legkomolyabb gyűjtőim azok nekem a negatívval együtt vásárolják csak meg a képet. Digitális képet nem vesznek tőle. Nem emlékeztek a karácsony követelőre, ott van az összes digitális képemet? Hát miért? Mert nem ér többet, mert digitális. Hiába szép, hiába balas a fotó, attól az még egy digitális szar. Értéke annak van, ami kézzel fogható és nem másolható. Mi a legdrágább dolog, amit tudnátok csinálni? Mi a legegyedibb? Fotózatok papírra. Direkt pozitívan. Az már valami. Nem másolható. Semmilyen technikával. Egy darab fog létezni belőle. Mit jelent ez árban? Ha már megvan a neved? 10 000. Nem forintban. Nézzétek meg, mennyibe kerül egy Salomon fotó. 30 000 dollár. Mennyibe kerül egy Witkin fotó. 50 000. Pedig a Witkin fotók nem is egyediek. Ő nem adja a negatívot mellé. Csak egy nyomatot veszel tőle, és mindegyik fotójával csinál 20-30 nyomatot. Mégis ennyi. Az árképzésre figyelembe kell venni, hogy a digitális fotográfia, mivel mindenkinek van gépe, ott maradsz. Olcsó. Kiemelte fel, valaki felemelte a kezét. Lesz ki valamit. És hogyan indul el, mert talán te írtad, hogy itt a nyilván Magyarországon a fotóművészet. Tehát el szeretnék indulni ezen az úton, amit mondtál. De te esküvői fotós vagy. Tessék? Az esküvői fotós vagy már. Nem. Ja, nem? Akkor tévedtem, igen? Valamiből meg kell élni. Most vágtad el. Igen? Amíg nem tudok elindulni mondjuk a fotóművészeti úton. Nem fogsz elindulni. Megmondjam miért. Meg fogsz sértődni, utálni fogsz. Nem leszel egyedül hangodj. Gondold el, hogy egy nagyon kedves fotós barátom, aki fotoművész, de mellette természetesen esküvős, stb. Fölhívott, hogy te figyelj Balassa, hogy fotóztad a vágót? Az meg kaptál, mi az, hogy is fotóztam? Hát jó, de hogy engedte meg? Hát semmi, felhívtam a vágó István, megmutattam neki, hogy mit csinálok, hogy milyen projektben veszek részt, és hogy ha engedi, akkor álljon a kamera elé. Eljárt. Nem volt a kérdés. Na most, mit látott a vágó, amikor megnézte az én internetes oldalamat például? Hát azt nem, hogy én esküvői fotós lennék. Mert hogyha én egy esküvői fotós vagyok, és oda megyek mondjuk, most azért vágó nem a... Mit tudom én, ne a Isten, bár Viktor. Tehát azért nem egy totum faktum, na. Ismerjük, aranyos ember, szeretem is nagyon egyébként, de nem egy megközelhetetlen valaki. De mégis, ha azt látta volna, hogy én esküvőket fotózok, rendezvényeket fotózok, stb. Akkor megkezdett, figyelj, oké, mint fasz a szépek, de tőlem mit akarsz? Nekem ilyen nincs a legoldalmat. Fotózok-e esküvőt? Őszinte legyek? Csak a barátaimnak. Nem. Nem vállom el. Kérdeztek meg sokszor. Vagy mondok egy olyan árat, hogy tudom, hogy visszamondják úgyis. Hát én azt mondom, 5000 euró. Van, én megfogom a kamerát. Úgyse fogja jelenteni. Kinek van 5000 euró, én nem. Vagy nagyon közeli barátról van szó, akinek azt mondom, hogy figyelj, megcsinálom, de nem nagyon reklámozok, és akkor én nem teszem a weboldalamra, megcsinálom nekem fotókat, odaadom neki, sőt, még azért azt is mondom, hogy figyelj, nem kell, hogy fizess semmit, valaki a voltas csócsát. Ez azért nagy jó barátnak kell lenni. De amit mutatsz magadról, az vagy, emlékszel, tegnap itt voltál? Az van. Ti azért emlékeztek el az erre szok elejesz, az olyan, amit olvasol. Igen. Ugye? Azok vagytok, amit magatokról sugároztok, amit magatokról mondtok. Ezért kell nagyon alaposan megkreálni saját magatokat. Mert a legkisebb hiba 20-szorosan vissza fog jutni később. Nem fog veletek szóba állni egy színész se, egy művész se, hogyha azt látja, hogy ti esküvői fotósok vagytok. Miért állna veletek szóba? Márpedig, hogyha be akarsz kerülni művész körökbe, akkor meg kell tudnod mutatni, hogy én fotóztam ezt, azt, mert referencia.
És referenciákra szükség van. Szükség van, hogy eljussak oda, hogy a törőcsik már itt fotózhassam. Anélkül nem megy. Vannak olyan színészlegendáink, akikre egyszerűen kell, hogy legyen képed, hogyha egyáltalán foglalkozol portréfotózással. Ha nem portréfotózással foglalkozol, akkor vannak olyan helyek, ahol látnak az embereknek, hogy téged bejuttatnak. Tehát olyan belső helyek emelhessébe, ahol egyébként egy sima fotós nem engednek be. Kapcsolatok, kapcsolatok, kapcsolatok. Hányan vagyunk most itt közel 100-an? Mindannyian egymás konkurenciái vagytok. Vagy egymás segítői. A műsor után tessék kapcsolati tőkét építeni. Emberek, itt vagyunk most ennyien együtt. Itt gyakorlatilag mindenki tudna segíteni a másiknak valahogy. Csak el kell kezdeni kommunikálni. Olyan lesz az egész, mint egy nagy meeting. Következő kérdés. Parancsolj. Te voltál az előbb is. Láttam a kezedet. A kérdésre a válasz, mi van akkor, hogyha mondjuk én véletlen nem vagyok esküvőfotós, hanem csak szeretnék elindulni ezen az úton. Akkor mi a teendő, ha lehet ilyen? Bocsáss meg, az esküvőfotós úton akarsz elindulni, vagy? Amit én is kérdeztem. Művészeti útra gondolsz? Igen, hogy hogy indulsz el a művész úton, annak ellenére, hogy én most nem tudok az lenni, de... Látod? Csak azért nem tudsz azt lenni, mert elhiszed, amit mondtál. De hogyan lehet itt elindulni? Vagy van egyáltalán olyan, hogy képsűrűzés, vagy van-e valamilyen fórum, amit... Rábíznád valakire, hogy zsűrűz a képedet, és ha azt mondja, hogy szar, akkor el is fogadod? Nem. Akkor már jó úton vagy. Emlékszel, hogy Dani hogy indult meg? Amikor a művészettanárával beszélt, közölt, hogy a tornacipő másik gondolja, és le vagy szarva. Kell hozzá egy írdatlan ego, ami bennünk azért elég szépen elnyomnak így Magyarországon. Mi valahogy nem úgy vagyunk nevelve, hogy vállalkozók legyünk. Mi nem merünk belekezdeni semmi, mert úgyse sikerül. Ne csináld, mert úgyis tudod, mi lesz a vége, Béla. Csak elbaszod az időt. Ez rettenetesen hibás magatartás, és Magyarországon azt láttam az első évben, hogy minden fiatal barátunk vállalkozó, és így, az mit csinálnak ezek? Kerestem biztos munkahelyet magamnak, amíg az ember nem tudja, hogy elmegyek inkább mosogatni vállalkozni, hagyjam el, hogy jó. És milyen hülye voltam, első 3 évben ingyen volt a vállalkozás. Nem kellett volna fizetem egy fillért se sehova, most meg már csengetek mind a hülye. De minket erről leneveltek. Mi nem szeretünk vállalkozni, nem szeretünk kiállni a közönség elé, nem szeretjük megmutatni magunkat, és nem szeretünk büszkének lenni magunkra. Ha te nem vagy büszke a munkádra, más nem lesz. Ha te nem mondod azt a munkádról, hogy jó, más se fogja azt mondani. Sőt, nem illik más dicsérni itthon. Mintha attól én kevesebb lennék, hogy megdicsérjen valaki munkáit. Tudjátok ki Magyarországon a legjobb fotós? Dehogy én. Nem is itt van élek. Nézkedem elkösen. A Vancsó Zoli. Nem ismeritek? Nézzétek meg a képeit. Miért ő a legjobb? Mert folyamatosan alkot, és a szép dolgokat alkot. Tudom, hogy nagyon sok fotoművészünk van itthon, aki 30 éve csinált valamit, azóta meg abból él. Hát azt hagyjuk. Ha fotoművészt akartok, az a Zoli. És most én kevesebb lettem, hogy azt mondtam a Vancsó, hogy ő a legjobb fotoművész Magyarországon. Kevesebbet érek? Hát ha szemetek be igen, akkor elbasztam, de én nem gondolom, hogy ez így lenne. Nálunk ez nem szokás. Mi egyszerűen megadjuk a másik művésznek azt a tiszteletet, hogy nem egyből azt keresünk, hogy én elmondhattam volna, hogy miért nem jó a Zoli. Elmondhattam volna, hogy a Zoli miért nem jó fotóművész. Hazugság lenne persze. Benne az ő fotóművész. De hazudni érlem. Mindent tanuljatok meg például a Vancsótól, amit lehet. Marketing ért ne. Azt ne. De minden mást érdemes. És nem lesznek kevesebbek attól, hogy egy másik fotósok hihettek, hogy jó. És attól se lesztek kevesebbek, hogyha valaki egyszer majd tőletek ki a tanácsot. Mert eljutok ti is odáig, hogy jönnek a kezdő fotósok, és megmutatják a munkáikat, és tanácsot kérnek. Nem fogjátok lehúzni őket. Nem a hibát keresem meg a képben, hanem a lehetőséget a fejlődésre. Nem arra mutatok rá, hogy milyen béna barmálat, vagy mit csinálsz, öcsém. Hanem arra, hogy nagyon szép, amit csináltál. Talán abban az irányban még jó, próbáld meg egyszer meg. Nem? Szemléletváltás kell. Különben nem fogsz kiugrani a sorból. Megmaradsz birkának, és a büdös életben lesz a fotóművész. Hogy kell elindulni ezen? Bocsáss meg, a kérdésed egyébként tökre nem, de az jó elvezettem a témát, nem? Nagyon jó vagyok. Szépen is. Ne röhögjél már, hát ha őt felvették volna a képzőre, nem lett volna a világházban. Elég egy frusztrált hülyet. Hogy indulja a művészeti pályán? Először is alkos olyan képet, ami alkalmasát tesz rá. Hogy lehet olyan képet alkotni?
rutinnal, idővel, mire kell odafigyelni. Ne kezd el őrült módjára publikálni a fotóidat. Ne kezd el őrült módjára publikálni a fotóidat. Nem kell minden nap fotókat fotogatni az embernek. Ne csinálj kiállítást addig, ameddig nincs egy összeszedett komoly anyagot. Ha megvan az összeszedett komoly anyagot, válogass szét felére, és várj még. Ha összejött végre az egész, válogass szét a negyedére, és várj még. Várj hosszú éveket, amíg az anyag akkor át nem üt, hogy érdemes ezt kiállítani. Minden évben azt fogod érezni, hogy az anyag már nagyon ütős, de ha hagysz egy évet még várni neki, akkor még jobb lesz. Valahogy egyre inkább beérik, mint a jó bor. Háborúban ne egy zuhany rózsával menjél. Egyet lőjél, de az fejlődés legyen. Egyszer durrasd le azt az anyagot, de akkor az akkurát szól, hogy az egész ország oda figyeljen rá. Így működik. Ha turban előad a lőport, én ebben a hibába estem. Azért tudok erről beszélni, mert csináltam egy olyan szar kiállítást itthon, de jó, hogy senki nem volt ott, basszus. Gyerekek, olyan kiállításom volt, gyakorlatilag, hogy ha egy jó barátom nem kezd el tapsolni, kifütyülnek. Valami katasztrófa volt. És miért esnétek ki is ebbe a hibába bele, hogy egyszerűen beleestem, csak egy hülye csinálna utána. Várjatok, mert majd megmondom, mi? 12 éve körülbelül a Spinoza galériában. Szörnyűséges volt, teljesen nem összeszedett anyag, egy semmilyen mondva csinált mondani valóval, csak tudtam, hogy elmegyek az országba, és még egy nagy kiállítást csinálunk, olyan borzalmas volt, hogy életem azóta kísért. Ez a kiállítás, és nem akarok többet, és mindig próbálom súlykolni, hogy ha kiállítás, akkor mindig várjatok, várjatok, várjatok. Illetve, ha elkezdtek kiállítani kocsmagalériákban, most tudom, hogy tele van fél ország kocsmákkal, meg ilyen helyeken, nekem tökre tetszik, nálunk ilyen például nincs. Ilyen, hogy hívják ezeket a... Romkocsmákkal. Tök jó helyek, csak ne állítsatok ki, ott lehet meg. Ugyanis, ha egyszer kiállítottál egy romkocsmában, akkor nem 10 évet kell várnod, hogy a kogarcot váljon veled. Már pedig kiállítani nem romkocsmában kell, hanem kogárba. Vagy Nessinbe. Nessin meg van még? Nincs meg a Nessin? Nem tudom, igen, még történik a dolog, nem tudom, hogy most csinálják kiállításokat, de minden esetre ők a pálya, nem a kocsmagalériák. És nem az a pálya, hogy a haverjaitok menjenek el a kiállításra, hanem most sokan, mint a Gergőjére. Rohadt sokan voltak a kiállításán, ti voltatok? Örülsz az én gyerekem? Köszi. Jó volt. Nem, tényleg egyébként olyan kiállítást sikerült összehoznia, hogy nem a baráti köre ment el, hanem rengeteg olyan ember, aki ott akarsz, hogy nem tudott. Hanem egyszerűen értesültek róla, érdekes volt, és elmentek. Ez a cél egyébként, hogy olyan kiállítást hozzatok össze, ami megmozgatja annyira az embereket, hogy nem csak a baráti kör fog elmenni borozni, meg pogácsázni. Mert azért az elég kínos. Felmerült még valakiben kérdés? De borozol. Valahol biztos igaz az, hogy várni kell, de ebben a felgyorsult, rohanó mai világban van egyfajta lépcsőzet, amit be kell járni ahhoz, hogy eljussod, hogy egy kiállítótárom, és lehet, hogy egy romkocsma ahhoz, hogy véleményezd a képeidet, hogy visszakapjál inputot, ahhoz lehet, hogy jó egy romkocsma. Vagy ahogy neked tetszik, betévedted oda egy olyan művész is, akinek megtetszik valami, vagy ami inspirál, és itt jön az, mint amit mondtál, hogy galériába kiállítani, minek mindenki ott kiállít, nincs. Én máshol akarok kiállítani, és akkor egy romkocsmát választok. És az kurva kreatív. Hát most... Tudod, mit csinálni ilyen? A galéria kreatív, tehát mindenki galériával kreatív. Tök igazad van, abszolút nem kreatív, vagy a romkocsma sem. Én most elmentem fotózni egy rendezvényre, elhívtak egy esemény fotózni, és úgy jártam, hogy hát menjek el, és akkor csinálj már pár fotót, és viszont láttam a képemet egy újság címlapján. Fizettek érte? Hát nem annyit, mint egy újság címlapér. Hát... Azért egyszer adsz fotót ingyen, és onnantól fogva sohasem nem fog fizetni érte. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell, ezzel mindenki nagyon vigyázza, nagyon sokatokat meg fognak keresni, ezzel vissza fog mindjárt érni a galériás. Nem, most nem kerül el. Nagyon sokatokat meg fognak keresni az első időben vele, hogy neked ez presztízs, hogy benne legyél itt. Neked ez jó. Erre van egy nagyon jó bevált válasz, anyád. Hogy lenne neked az jó, hogy ingyen dolgozol? Vagy ami, ahogy mind én. Ebben nem menjetek vele abba a csapdába. Nem sülhet egyszerűen jól ki. Nincs az a presztízs, ami megéri azt, hogy te ingyen adj munkát, mert utána a következő lap is ingyen fogja kérni. Vagy sokkal kevesebbet akar adni, mert... Vagy kevesebbet ad érte pontosan, mert úgyis adatta ingyen, és adjatok neki egy salamizsát, és örülni fog, hogy végre pénzt is kapod. Vagy úgy vissza, hogy azt mondja, hogy jó, de most még van pár ember, aki olcsóban úgyis megcsinálja. Csinálja meg az a pár ember.
Tehát, hogy ezzel próbálom ezt fogsz. Persze. Visszatérve egy pillanatra, bocsás, hogy érkeztem, amit járulok, Galériához. Hogyha nagyon extra kiáltást akartok kitalálni, a tegnapiak emlékeznek Ernest Prinyan a fotójára, amikor ugyebár azok a papírok olyan furán voltak felállítva. Kövezzetek meg nekem a következő kiáltás, mert nyolcán lesz ugyanez a technikával megcsinálva. Természetes én is táplálkozom valakiból, és nem szégyellem, hogy pont Ernest Prinyan, mert azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb. De ugyanígy lehet táplálkozni nektek is másból. Ha én fel akarnám hívni magamra a figyelmet, mint kezdő fotóművész, hogy induljak el? Fognám egy fotómat, amit érdekesnek találok. Most csak egy ötletet mondok el, jó? És ez bárki megcsinálja, szabadon felhasználható, és lehet egy hülye ötlet, úgyhogy nem kötelező. Nekem eszembe jutott a dadaizmusnak egy korszak, amikor egy félbeharapott mondattal írtak le egy tárgyat, ami azt hiszem talán az volt, hogy merte engemet, és nem volt befejezve. Én valószínűleg azt sem kiválasztanám az egyik olyan fotómat, ami mond valamit, tehát kommunikál. Ahogy Ernest csinálta, a létező legolcsóbb, legvacakabb újságpapírra nyomtatnék belőle jó pár példányt. Rátennék egy hasonló mondatot, nem pont ezt, mert ezt már előtték a dadaisták, de egy olyan mondatot, hogy arra gondoltam, hogy, és nincs befejezve. És egyszerűen ezt teleplakátoznám vele egy gerillakcióban az egész várost. Figyeltek a rendőrök, mert csúnyban a hőledből. De egy valami biztos, onnantól fogva mindenki figyelni fogja a munkáitokat. Meg lett az első kiáltásatok úgy, hogy nem voltak a kiáltóteremben. Mit csináltunk mi? Feleségemnek volt egy... Legközelebb hozok munkától megmutatni. Tegnap beszéltünk, akkor mondtam neki. Neki volt egy fantasztikus projekt, egy ciklusok cím, mert ez több mindent magával foglalt, egy grafikai projekt volt, hatalmas gyönyörű merített papírokkal, stb. Kimentünk az erdő közepére, kerestünk egy olyan turistautat, ahol viszonylag sokan járnak, és csináltunk egy environment kiállítást. Berendeztünk egy erdőrészletet, kisebb labirintusnak, körbe lehetett járni, be lehetett lépni az alkotások, ez a environment lényege, ugyebár. Itt nem volt meghirdetve, kitettünk egy picit távolra, ez a kiállítás ma megtekinthető. Sokkal többen nézték meg, mint amit hirdettük volna, és a létező összes kiránduló, aki arját végigjárt, ami az egészet levideóztuk, csináltunk egy videó performance-ot belőle, és az egyik legsikeresebb kiáltása volt, úgymond. Mert a performance-ot azóta többen megnézik, és többen tudják, hogy volt ez a kiáltás, mint hogy írt volna róla három lap, vagy megjelent volna öt újságban. Néha csak egy jó ötlet kell. És a legegyszerűbb ötletek általában a legütősebbek. Na, még egy kérdést. Itt nem az emberek mentek a kiállításhoz, hanem ti vittétek a kiállítást az emberekhez. Pontosan. Nem ugyanezt csinálta Ernest Prinyan, aki kiragazgatta a falra a képeket? Ő azt mondta, hogy soha nem fog kiállítani a múzeumokban. Mert az átlag embernek akarja megmutatni a művészetet, és igaza van. Mert azok, akik látták az a munkáit és megismerték, és nap mint nap találkoztak, azok sosem mentek volna be az ide a múzeumban megnézni. Így egész Párizs, egész Franciaország, és amikor elkezdett híresen, az egész világ megismerte őt. Viszontlátás. Nem késtek egyébként sokat. Jó, hogy jött egy csókolat. Téged megválaszoltalak? Kielégítően? Parancsolj. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy amennyire te megszabad az állat a képennek, az úgymond annyit ér. Így van. Honnan tudod azt, hogy mikor éred el azt a szintet, a képeiddel, amikor már megteheted azt, hogy tényleg eltéred ért a pénzt. Amikor olyan ember jelentkezik vásárolnak, nekem van annyi pénze. Viszont? Tehát, hogy akkor... Amikor megjelennek a gyűjtők. Amikor megkérdezik azt, hogy hogyan lehet mondjuk egyedihez hozzájutni, vagy milyen egyedi nyomatokat gyártasz. Amikor megkérdezik, hogy megvásárolhat olyan negatívet. Hú, de szépen, hogy mondtam. Figyeljetek, 10 évek kívülök, és még nem kezdtem el törni a magyart. Na, kicsit töltött lehetett. Simán beszélhetnék már félig spanyol, és két öregnek el kell fogadni. Tessék? Jó, hogyha nem jelennek meg, akkor valamit nagyon szarul csinálsz. Értem, hogy van egy művészeti termékem, és mondok nevén nyáron. És de valahogy nem fogy, nem kell, nem... Milyen termékről beszélek? Hát most adott esetben nem fotóról, de... De miről? Egy zenekarról például. Tehát, hogyha én mondjuk kitálom, hogy ilyen 200 ezer forintos gázsit akarok a zenekaromnak, de ennyiért nem... Megirányít a zenekarod? Nekem többet is, nem. De mit nyújtasz, amit más nem? Mivel indokolod a... Hát az Edda is elég egyedi. Meg a Pémovid is egyedi. Mindenki egyedi. Hát főleg zenében. Hát négy hangát többet nem is másolhatsz, mert plágium, nem? Szóval elég... A pontosak is inspirálódik. Természetesen nyilvánvaló. Pataki Attila belenyújt a mulatósba is.
vissza. Cigány vagy, a bufó, minden tudom. Megy a Sirius alatt. Hagyjuk őt. Hagyjuk Attilát. Kinőtt a haja. Tényleg, elvitték az ufók és kinőtt a haja, valami már. Hol tartottunk? Tehát, hogy mondjuk, jó, akkor legyen 300 ezer, tehát az a... Már alkudozó? Figyelj, 3 percig nem beszélünk, és följebb ment az ár. Üzleti érzéked van? Legyen X-et, azt látom, hogy X-ért nem hívják a dolgot. Na, az X az meg már abszolút nem tetszik. Akkor felezzem be a dolgot, vagy pedig várjak fel. Szükséged van, bármilyen terméket akarsz eladni. Jó. Elmondom a példát, hogy mi az, amivel ezt a problémát meg lehet oldani. Ugyanis ebben a problémában nagyon sokan bele fogtok futni, amit ő fölvázott. Ez egy nagyon általános probléma. Mit csináltam én? Akartam alkotni egy tökéletes briefot magamnak, nem eladásra. Magamnak. Tele volt a tököm a szarra, minden szépen egy év alatt, nekem egy olyan kellett, hogy soha többet nem megy szét. Megcsináltam. Sikerült. Nagyon jó sikerült, és úgy gondoltam, hogy ezt el kellene adni. Igen, csak egy piac, jó sok nagyon hasonló van, nagyon olcsón. És az enyém mivel tud többet? Hát gyakorlatilag azzal, hogy szétszedhetetlen. Jó bőrből van, valóban, a létező legjobb kategóriai bőrből van. Kézzel van az utolsó, amit csinálva. De ezért mindig nem indokol egy nagyon magas árat, ugye? Ez még kevés. Meg kell keresni a célközönséget. Be kell lőnötök egy célközönséget, ami nem lehet túl tág, mert ahogy mondtam, nem zuhany rózsával megyünk háborúzni, de nem is lehet túl szűk, mert nem feltétlenül csak egy lőgésetek lesz. És ha nem talál, akkor mi van? Ki kellett találni egy nevet a dolognak először. Van egy adott termékem, aminek a gyűjtő neve pénztárca, de azért mégsem mondhatom azt, hogy figyeljetek, nekem van egy tök jobb pénztárcám, mert senkit nem fog érdekelni. Keresünk célközönséget, és adjunk nevet a terméknek. Spartan. Milyen jól hangzik. Miért Spartan? Miért legyen Spartan? Egyszerű. Azért, mert a 300-as filmet megnéztem, és nagyon tetszett. Nem. Kurvára nem tetszett a film egyébként. Azért, mert egyszerű. Ki mondta ezt? Mindjárt kapsz egy ajándékot. Micó. Azért, mert egyszerű. Pontosan, mert Spartan ilyen egyszerű a dolog, pont ezért erős. Mint láthatjátok, japoki betűtípus típus használtuk, alattal látó. Kapott egy spártai maszkot. Ki a célközönségem ez alapján? Olyan férfiakat kerestem, aki valamilyen szinten ad magára. Tehát azért ki kell, hogy nézzem valahogy. De ahogy az angol mondaná, bedes. Ismeritek ezt a szót? Bedes. Bedes. Igen. Jó, van, nem jó az angolom. Spanyolban magam nem értek. Láttátok a Sin City-t? Már a nagy darab, ragyás fejű. Aki előbb üt, mint kérdez. Na, az a bedesz. Én ezeket a férfiakat akartam megcélozni, mert ezek szeretik a szép dolgokat. És miért őket akartam megcélozni? 9. kerületi vagyok, én köztük nőttem fel. Engem többet vertek, mint egy homozsákot. Tudok velük kommunikálni. Próbáljuk meg. Mi a cél? Meg kell keresni a bedeszek főnökét, akire mindenki figyel. Ki lehet jó bedesznek? Legyen katona. Ne? Nem egy katonát kéne megkeresni egyből? Azok azért eléggé kemény gyerekek. Legyen amerikai, hogy sokan figyeljenek rá. Legyen veterán. Melyik háborúból? Legyen idős, hogy tiszteletet is kivívva magának. Melyik háború? Vietnám. Keresünk egy vietnám veteránt. Aki ilyet szeretne. Mit ad Isten, találtam egyet. Utána jöttek az iraki veteránok. És per pillanat a Navisisnek több pénzt házadalok el szerintem, mint Magyarországra bárki. Mert megkerestem, megtaláltam, kialakítottam egy arcadatot neki, egy szűk kört, akit ez érdekel, és tudok ezzel a körrel kommunikálni. Tudom, mire van szüksége. Tudom, mi az, ami tetszik neki. És bárminek az eladásában ez rettenetesen fontos, hogy kellően kicsi legyen a kialakított piacod, de ne túl kicsi, hogy beledögöljél anyagiak. Mert ha nem vásárolnak eleget, az nem jó. És a vevőkörötöket pontosan így kell kialakítani. Potens emberek legyenek, műgyűjtők, hogyha műszi fotográfián foglalkozó olyan emberek, akik vásárolnak galériákból például. Ezért kell elmennetek kiállítás megnyitókra. Mert ott találkozhatok ezekkel az emberekkel. A személyes marketingnél fontosabb dolog nincs. Mindig van nálatok névjegykártya, ugye? Tudjátok prezentálni magatokat. Kinél van most névjegykártya?
Gabolysz a szépen feszélyen tart. Mindig legyen nálatok névjegykártya. Mindig legyen letisztult, elegáns, egyszerű. Kevés infóval. Minél kevesebb az info, annál inkább felkapja az illető fejét. Az én névjegykártyámon egyetlen dolog szerepel, Anyói Balassa. A másik felén lászlóbalassa.com. Semmi több, nincs rajta, hogy fotós vagyok. Miért lenne rajta, tudnod kell. Ott a nevem, nem látod? Hát én vagyok a Balassa. Tudd, hogy ki vagyok. Mi történik, akkor valakinek odaadom? Egyszerűen adom. És mintha semmi nem történt volna, foglalkozom mással. Ő fogja kellemetlenül érezni magát. Mert nézegetés, Balassa. Faszom ez. És megfordítja, nincs rajta, hogy ki vagyok, csak egy ízés, telefon. De működik. Mert azonnal eljut a weboldalra, azonnal látja, hogy ki vagyok. És én akkora művész vagyok, hogy már nem kell odaadnom, hogy ki vagyok. És ő érzi magát kellemetlenül. Apró szemét trükk. De működik. Ne felejtsétek el, hogy Dali ezekből az apró szemét trükkökből lett milliárdos. Mert festőnek szar volt. Kövezzetek. Tényleg szar volt. Nem volt szar jó, de voltak jobbak nála, akiket érdemtelenül elfelejtettek. Ő meg szupermilliómos lett. Pont az ilyen apró trükkökből. És az ilyen apró trükköket mindig beszokják az emberek. Higgyétek el, működik. Hát ti is nap mint nap megeszitek. Nap mint nap meghűjtenek titeket vele. Használjátok ti is ezt. Amikor megtámadtak a vörösöket, mit csináltunk? Ki akartak minket töröltetni? Kaptunk fenyegetéseket. Elkezdünk őrjöngeni és anyázni. Dehogy is. Virágot nyújtunk. Kedvesek vagyunk, és megosztották több százan. És egy rakás új ember érkezett a vörösökre. És visszasült a fegyver. Mindig gondolkozzatok és használjátok ezen apró dolgokat. Névjegykártya mindig legyen nálatok. És ahogy mondom, mindig a legegyszerűbb. Inkább egy kérdést adjatok át neki. Mert az sokkal jobban meg fogja tartani. Ha rajta van minden adat átnéző, ez nem fogja érdekelni tovább. De a névjegykártya, mint első közlés, nagyon fontos lépés. Kérdés. Parancsolj. Hát, sokkal fontosabb, mint ahogy gondolnánk, de az az igazság, hogy Magyarországon egy képzőművészet, ezt a fotósról bárki már annak örül, hogyha egyáltalán a neve felkerül valahová, már annak örül, hogy foglalkoznak vele, és ki sem meri ejteni a száján, hogy szerződést kötne a dolgaira, pedig addig nem veszik komolyan. Amikor valaki megkeres titeket, hogy érdeklődik egy munkátok jelent, vagy bármi, tesztelni fog titeket, olcsón akarja megszerezni. Akármennyire is tetszik neki, a legolcsóbb át kell neki, nem hülye. Itt üzletről van szó, nem szép érzékon, nem kedvességről, nem a barátok. Vásárolni jött, és nem akar sokat fizetni. Le fog tesztelni. És a szerződés nélkül megveheti az összes jogdíjadat, úgymond, amit egyébként nem vehet meg, azért nem így működik, a jogdíj nem átadható. A szerzőjog az nem átruházható így azért. De el fog menni addig, ameddig ti engeditek, hogy elmenjen. És a saját szerző jóaitokért, vagy az érdekeitekért senki nem fog helyetetek kiállni. Azt meg ne képzeljétek, hogy hát egy felállás azt mondta, hogy szerződést akarok kötni erre, úgy működhet, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor keresünk már, akkor keres már, akkor hát akarod baszni. Akkor csak át akart verni titeket. Mit nyertetek volna belőle? De viszont, hogyha ellász haza, hogy én nekem van egy menedzserem, aki megreált egy szerződés, pont így néz ki, ez alapján tudunk üzletet kötni, egyből komolyabban fog venni. Mert azt mondja, hogy hoppá, egy van menedzsere. Van neki kész szerződése, több mint jó, csak egy sajtpapír. Hogy csak fogja átnézni? Néha muszáj egy picit blöffölni. Alkalmadra. De a saját érdekeiteket nektek kell kiállni. Mert ő biztos nem fog helyettetek, mert neki nem érdeke. Muszáj szerződést kötni, igen. Muszáj. Amire csak lehet, arra meg kell csinálni, mert azzal biztonságban vagytok. Egy szóbeli szerződés, nem szerződés, legalábbis ahonnan élök, ott nem. Nálunk mindenre papírra fektetünk mindent, de még nem találkoztam olyan ember, aki ezt nehezményezte volna. Még valaki? Parancsolj. Na most akkor gyakorlatilag én nem voltam semmit. Az a legjobb, ha úgy tudod alakítani, a nevedet, illetve az egész művészetedet, hogy ne is lehessen téged kikerülni. Mindenhol ott legyen, mindenhol megjelenjen a neved valamilyen formában. Hogy a gyűjtők megtaláljanak, anélkül keresniük kelljen. A legjobb az, amikor nem te keresed a gyűjtőt, hanem a gyűjtő botlik beléd. Nyilvánvalóan ez a legjobb. Ahhoz viszont addig kell eljutni, én nem nagyon láttam még, bocsánat, azt mondta a srác, hogy hát betévedhet egy műgyűjtő, akár egy romkocsmába is.
Erre azt tudom mondani, hogy hány százalék esélye van, hogy a rózsaszín tehén berepül az ablakon. Hát 50, hát vagy berepül, vagy nem. Csak a matek nem így működik. Sajnos arra esély, hogy egy ronkosmáma beessen egy nagyon komoly műgyűjtő, hát van gyakorlatilag, tehát matematikailag minden van, tudjátok, mert nem mondhatom azt, hogy nincs, csak nagyon kevés. Én azt hiszem, hogy egy komoly kiállítatára meg könnyebben beesett. Na most, ha te nem is kiállítasz ott, hanem részt veszel a kiállításon, és elvegyülsz, és úgy teszel, mintha téged ismerni kellene. Lehet, hogy ciki első körben, de lehet, hogy érted egyetlen lehetőség, hogy befuss. Nem szabad félni az ilyen szituációktól. Emlékezzetek vissza, volt egy olyan művész, és aki becsempészte a képét a múzeumban. Ne hülyeskedj már, legjobb ötlet. Még szép. Egyre többen vannak, akik betesznek gyerekek által kidett képeket, és értékeltetik művértőkkel. Nagy értések, de egyébként nagyon jogos. Egyébként nagyon jogos. Következő. Parancsolj. Honnan fogom tudni, hogy van már egyedi képű világon? Hát az elég megmond, ha nem tudod. De honnan tudom, hogy megkülönböztetett ez a többi? Onnan, hogy egyszer valaki azt mondja a képedre, hogy nézd már, ez olyan, nem, hogy nem tudom a nevedet. Rics. Olyan Rics is. Hát ha nem mondasz mást, akkor legyen Rics is. Szóval akkor ez olyan Rics is. Tudod, senki nem nevezi magát művésznek addig, ahogy mások nem nevezik úgy. Én legalábbis úgy voltam vele, hogy én nagyon-nagyon sokáig kerültem azt, hogy fotoművész. Mindenhol elkerültem. Mindenhol úgy próbáltam megvenni fotográfus. Amikor egyszer a Fotoművészet magazin megjelentette ezt a 10x-valahány oldalas cikket, és ott úgy apostrofáltak, mint fotoművész, onnan fogva azt mondtam, hogy jó, ők azt mondták, akkor mostantól így lesz. De ennyire én is magyar voltam, hogy nem volt pofám egyszerűen addig azt mondani, hogy fotoművész, hogy hiába jártam egy közönszöve egyetemre, az egy dolog. De amíg más nem mondja rólad, amíg a művészkörök nem mondják rólad, addig ez egy nagyon kétélű kard, ami nagyon rosszul sülhet el. Addig szerintem nem mond. Addig mond azt, csak azt nem mond, hogy képvadász képszobrász meg ilyesmi, maradjunk a fotográfusnál. A fotográfus az tökéletes. Mi van? Fényhajlító. Ilyen is van? Nem akarok kiemelni, hogy a fényhajlító az a tömeg. Az a gravitáció baszom. De azért ez egy nagyon-nagyon vékony mesdje, mert hogyha arról beszélünk, hogy egyedi vagyok, hogy egyedi a képi világom, azt általában nem veszik be elsőre. Miért? Ezt mindig megpróbálják egy kicsit, veszem észre, visszahúzni. Én nem mondom, hogy nekem... De mire gondolsz, hogy visszahúzni? Tehát pontosan mire gondolsz? Minden újdonságra, minden olyanra, ami kitűnik a tömegből, azt megpróbálják egy picit elmondani. Főleg egyébként itt az országban. Igen, én ezt nem mertem volna itt mondani, mert tényleg megköveztek lassan. Nem bántom Magyarországot, de tényleg valóban bennünk van egy olyan... valóban működik ez a magyar virtus, hogy mellénk a pokolban nem kell őr. Tehát visszahúzzuk a többit, akik van, délben nem és sehova sem. Tény, nagyon sokszor elhangzik, sőt, azt hiszem nálad is pont ezt hangzott el, Gergő, hogy hát itt már megcsinálták 20 éve, öcse, ője vagy? Igen, meg előtte már 100 éve, meg előtte is 100 éve. Újat már nem lehet alkotni. Azzal nem tudod adni munkádat, hogy te csináltad meg először, vagy ez annyira újdonság. Azzal, hogy egy kicsit egyedi a nézőpontot, egyedi a látópontot, de szép szagat használtam. Azzal, hogy merjét elvesz egy koncepciót, azzal már igen. Azt meg ne hidd el, amikor azt mondják, hogy hát, egy jó fotót nem kell megmagyarázni. Beszélni kell róla, akkor el van baska az egyiknek. Hülyeség. Igenis meg kell magyarázni minden fotót. Miért ne kellene? Nem feltétlenül értik különben meg. És attól az nem azt jelenti, hogy ez a fotó gyenge, vagy hogy nem tudtál valamit elmondani. Nem. Az csak annyit jelenti, hogy a közösség nem volt eddig nyitott. És te megadtad neki a lehetőséget, hogy közel kerüljön az alkotáshoz. Az meg, hogyha valaha letezed életed nagy projektjét, biztos lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy szar az egész. Csak hogy neked nem az a dolgot, hogy ezeket törődj. Neked nem az a dolgot, hogy ezek elvegyék a kedvedet. A saját dolgodban neked kell hinned. Én nekem nyugodtan mondhatja bárki azt, hogy az aricia egy rakás szar. Ti még azt sem tudjátok, mi ez. Nem fog érdekelni. A teremben egyetlen egy ember volt, akinek a véleményre adtam, az a Józsi volt. De ő soha nem fog nekem olyan véleményt mondani, hogy visszahúznak. Mindenki más vélemény mellett pedig elsétálok, mert rettentő önfejű vagyok. És erre szükséged lesz. Mert ha nem vagy önfejű, akkor voltaképpen olyan leszel, mint a piha a viharban. Ide-oda fognak rángatni. És az önfejűsége mindegyikötöknek szüksége lesz ahhoz, hogy a fotográfia egy területén tudjatok maradni. Ugyanis nem lehetsz egyszer a legjobb madárság fotós és polcai fotós. Bocsánat. Több mindegy. Nem. Ismerek egy fotóst, aki világítve hullámokat fotózott. Kanálisz érteken, fantasztikus képei vannak.
De nem láttam tőle természetfotót. Viszont bármennyi könyvet kiad, és nagyon jó áron viszik őket, mert a világ legjobb hullámfotósa. Legyél a legjobb csirkefotós. Tök mindegy, most azt hiszed egy csirkebe, mert az is semmit. Hát szerelem arc szarból csinált kiállítás, mutya szarból. Évekig lecsettetek venni a múzeumokból. Anyám nézték meg. Bármit is csinálsz, maradj meg az utadon, ne hagyd magad eltéríteni, legyél önfejű. A saját dolgodban vagy te hiszel, vagy senki nem fog hinni benned. Ha te nem sugárzod magadul azt, hogy én biztos vagyok a dolgomban, és ez akkor is úgy van, akkor senki nem fogja elhinni. Az első az lesz, hogy próbálnak elgáncsolni. Próbálnak majd visszahúzni. Próbálják beléd csúlkodni, hogy rossz úton jársz, innen tudod, hogy jó úton vagy. De higgyétek el, valamit elégszer elmondanak. Minél többször elmondanak. Még ha a világ nagyobb hazugsága és igazságá fog válni. Azért ezt még világháborúban is láttuk már egy párszor. Tök mindegy, bármikor a személyiséget mondasz, ha elégszer elmondod, el fogják hinni. Ez a művészetre hatásan igaz. Vagy tényleg nagyon rohadt jó az a zöld csíkos kép, ami az elején volt. Gyerekek, az egy ilyen fotó. És a világ legdrágább fotója. Mert elégszer elmondták, hogy az az. És az a fotó a ti munkátok is lehet, akármelyik őtöké. Mert egy cseppet nem vagytok tehetségtelenül, de én. Meg egy cseppet nem vagytok butának se nálam. Nem erről van szó. Bizonytalanok vagytok. Erről van szó. Önmagatokban nem hisztek. És én nem fogok hinni helyettek. Hogy hinnék? Ha nem látom rajtad, hogy hiszel magadban, átlépek rajtad. Ez a dolgom. Kicsi dömlád. Ha nem látom azt, hogy ez az ember megakaszt az önbizalmával, akkor esélyt állok mellette. Kezet rázok el a mosolyok és viszontlátásra. És nem találkozunk többet. De ha azt látom, hogy ez az ember annyira hisz magában, és annyira nyom valamit, akkor vissza fog időről élni, és megnézni, hogy áll. Mert érdekelni fog. Mert amit te elfogadsz valóságosnak, így van mindenki el fog fogadni. Csak elég ideig kell súlyt vannak. Kitartás kell hozzá. De így működik ezen. Minden. Kérdés még? Én egy voltam, aki egy képet se akar eladni. Tehát nem azért, minden tiszteletben a kérdete, neked rohadt jó munkád lehet. Érdekes az egész előadás, és most valahogy, ahogy így ezt végighallgattam a kérdéseket meg a feleleteidet, tökre az az érzésem, hogy itt már nem is a fotózásról beszélünk. Nem. Meg nem a művészetről, hanem egyszerűen a marketing, üzleti szociológia, pszichológia, kurvára nem számít, hogy milyen képet csinálok, az számít, hogy tudom eladni. Gyerekek, az első, aki felismerte. Tényleg erről van szó, teljesen igaza van. Persze, hogy erről beszélünk. Nem megmondtam az elején, hogy önmagatokat kell eladni? Nem a fotóidokat kell eladnotok. Úgy se tudsz olyan fotót mutatni, aminél jobbat leszedek le 3 perc alatt a netről. Ingyé. Még ezt a szart is leszedem. Na. Azt a zöld szart is leszedem akkor, amire és kitett. Kitettem a falamra ekkorában. Tudjátok, itt Salimán fotón van otthon 12.000 pixeles méretben. Simán nyomtatható, nem fogunk nyomtatni a büdös életben. De az ő munkái is vannak ilyen méretben. Párszer felcsillant. Igen, az a szép fotó is letölthető. De ezeken nem ez az értékük. Senki nem akar egy másolatot. Mindenki eredetit szeretne. Mindenki tudja, hogy annak van értéke, ami tényleg drága. Titkon nem a jó olcsó dolgokra vágytok ti sem. Melyikőtöknek kellene egy másolat óra? Egy másolat sem felhúzom. Na, legyen már. Önmagadban tudnád, hogy persze, pont úgy néz ki meg minden, de én tudom, hogy nem az igazi. Mindenki azt mondja, hogy az, de én tudom, hogy nem is a kurva életed eszel ez így. És ha igazi lenne, akkor meg... Basszátok meg! Milyen órában, he? És mi a különbség? Csak itt van. Óra, tök mindegy, úgyis tönkre világítok. Kérdés? Parancsolj. Körbe. Tényleg körbe küldjem? Jó, szétküldöm nektek, megígérem. És kinyomtatjátok? Jaj, de kis szerények vagy. Persze, hogy kinyomtatjátok. Mire? Hát inkább akkor már hatnunk bőven. Kicsi zsiklényomat. Egyéb? Kis szerények. Akkor ezen az előadást lezárom, és a Barassa-Vörösgódnak ezt a részét befejezetnek tekintem, most már csak a gyakorlatok maradtak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.